Sziasztok! Következő Future Papír Repülők videó sorozatom részeként a Future Festival nevű repülőt mutatom meg nektek, hogyan kell meghajtogatni. Továbbra is A5-ös papírral hajtogatok, és a Future Stunt, Future Jet, Transformers és a többieknél ugye ez a klasszikus kezdés volt, itt most egy másik módon kezdődik a hajtogatás, ez kicsit ritkábban fordult elő. Két sarkot behajtjuk, ez ugye eléggé szokványos. Lehajtjuk. És ismét behajtjuk a két sarkot. Ezután áttoljuk a papírt, közepét, és így odébb kerül, és ez a hajtás van, ha kerül középre. Visszahajtjuk, és ezt a másik oldalra is eljátszuk. Áttoljuk a papírt. Szokásos ilyen hajtás kombinációk következnek, mint a klasszikus repülőkből is ismert. Először alulról, majd felülről hajtjuk be a sarkot. Képezzük az orrot, nyitjuk, és ugye azért kell előtte hajtani, mert így könnyebb ezt a orrrészt kialakítani. A hajtások mentén. Future repülőimnél ugye megszoktuk ezt a papír felemelését, és ráhajtjuk, és a csúcsára lehajtjuk. Ezt a papírt alá tesszük, és el is tüntettük. Ugyanúgy a másik oldalon ugye a papírt felemeltük, és áttoljuk, és a csúcsára hajtjuk. Majd papírt eltüntetjük. Így ne legyen ilyen széles az orra, így most ketté hajtjuk. És akkor ezt így vissza tudjuk hajtani, és alá kerül. Másik oldalt is előbb áthajtjuk, hogy úgy hajtjuk meg, hogy utána alá tudjuk tenni. Ezt a részt felhajtjuk, még pedig addig, amíg ez a csücske a széléig nem ér. Tehát így, ugye ez idáig a széléig ér. Jó, erősen le kell élezni itt a vastag résznél, mert majd ezt alá fogjuk hajtani. Ugyanezt a másik oldalon is. Elvégezzük.
ugyanúgy, ugye a csúcsra érte a széléig. Jól leélezzük, mert ezeket majd alá tesszük, alá forgatjuk. Ugye a vastag részt kicsit nehezebb alá forgatni, ezért is kell jól leélezni, hogy milyen dolgunk legyen. Itt már látszik az egyik oldal. Megcsináljuk a másik oldalon is. Ilyen lesz. Ezután pedig összehajtjuk. Ahogy itt még, ugye ilyen dart-szerűen, tehát ugye a hegyes részét ugye ketté hajtjuk. Ugye eléggé nehéz dolgunk van. Mert kemény a papír, és ugye ahhoz, hogy szépen kialakítsuk a hegyét a repülőnek, ahhoz lehet egy kicsi macerásabb művelet lenne, arra most nem érünk rá, hanem csak be tudjuk mutatni, hogyan készül. Hát egy idáig hajtom le csak a dart-szerűen. Másik oldalt is. Innen a hegye nem lett olyan szép, szinte a lényeg így is látszik. Szárnyát ilyen módon hajtjuk fel. És tulajdonképpen kész is van ez a nagyszerű repülő, Future Festival. Az orrán még lehet csinosítani, hogyha van kedvünk, most nem foglalkozunk vele ellenben. Van még egy másik lehetőségünk, ugye idáig a hajtás megegyezik. Itt felhajtjuk. Majd aláhajtjuk a papírt. Lehajtjuk ezt, majd összecsukjuk, és aki ismert, látta már a Future Condor repülő videóját, akkor láthatja, hogy egy ahhoz hasonló, így hajtom, ahhoz hasonló repülő sikerült most meghajtogatni. Ugyanakkor ugye máshogy kezdtük, egy kicsivel kisebb, úgyhogy így a elnevezése Future Condor Mini, vagy Future Condor M. Tehát ugyanez kisebben, és egészen máshogy hajtogattuk meg, kicsit kisebb. Tehát a Future Festival, és a Future Condor M. Köszönöm a figyelmet.